Ő Péter. 3 éve költözött el Csongrádról. Akkor még nem tudta, hogy élete örvénybe kerül, ahonnan nem tud szabadulni. Minden reggelitéből belépek a kapun, és itt kelek fel. Nézzetek szét! Vajon mit érez, mielőtt belép a kapun? Megkönnyebbülést? Tán szeretetet? Minden nap ugyanaz a feladatom. Meg kell keresnem a kaput. A kaput, ami igazából egy átjáró, egy világba, ahol nincs fájdalom. Általában ilyen pogácsát szoktam elkezni. Az olcsó. Barátnőm csinált nekem régebben rántottát meg. Régen hagyott, nem akarok róla beszélni. Péter a kamerák előtt sem tudta titkolni fájdalmát, a testében szétáradó mérget, amely felemészti lelkét. Minden reggel felkelek, elmegyek, megkeresem a kaput. Már nem emlékszem, hogy hol van. De meg fogom találni. Ma is. És holnap is itt ül. Mágia. Tán tudomány? Vagy mi hozza működésbe az átjárót? Fontos a hidratáció. Itt a parton csókoltam meg először. Gyak ez a Duna. Azt szeretem. Megnyugtat. Horvátba akart menni meg. Spanyolba meg. Ahol a barátnői tudték a barátnői. Én... nekem nem volt ennyi pénzem. Voltunk Almádiban, Siófokon kétszer volt. Megcsalt. A derejét sose szerettem. Ő szerette, ezért megette. Megettem, mivel szerette. Derejét megfőzte néha ebédre. Az ebédem, ha nem dereje, elveszik a szerelemnek az ereje. Ezt írtam neki. Szerelem. Nélkül elveszettnek érezzük magunkat a világban. Az út homályba vész. Vajon szerelem nélkül megtalálhatjuk az utunkat? Vajon létezhetünk szerelem nélkül? Vajon a szerelem létezhet nélkülünk? Nem tudom, hogy mi történik. Már nem is tudom, hogy mióta. Hónapok, évek. Vannak, akik kinevetik. Vannak, akik szánják, és vannak, akik nem hisznek neki. Petikém, keresed a kaput? De vannak, akik osztoznak magányában. Mindig 4-kor jártam haza, azt ott volt. Meg a Feri. Ha
Hol a kapu? Erősödik a fájdalom. Ahova Péter belép, már nem tudjuk követni. Ott a világ kifordul magából, a tér megszűnik, és az órák egy szempillantással zsugorodnak. A kapu. Viszlát, Péter. A holnap már vár téged.